A csöpögő eső sem riasztotta el városunk atlétáit, szép számmal gyülekeztek a városi ifjúsági sporttelepen. A Mikulás futást negyedik alkalommal tartották meg. Az előző alkalmakhoz képest szerintem majdhogy nem tavaszias idő van, amilyen volt ez a késő ősz, olyan most ez a kora tél, kellemes 7-8 fok, úgyhogy semmilyen akadály nem lesz annak, hogy egy jót versenyezzetek. Tehát, mint mondtam, ez Mikulás futás. Milyen Mikulás futás lenne Mikulás nélkül? A vendéget pedig dallal csalogatták a gyermekek. Mikulás, Mikulás, szép hosszú piros ruhás, szakálladó, fehér, mint a hó. A Mikulás ezúttal nem szánon, hanem sportosan futva érkezett. Képzeljétek el, Lapföldről egészen idáig futva jöttem. Én is nagyon szeretek sportolni, és alig várom, hogy lássalak benneteket is futni. A fiatalok korcsoportonként álltak rajthoz és rótták a köröket. Ezúttal az eredmény kevésbé számított. A Mikulás zsákjából mindenkinek jutott ajándék.